Nagyon örömmel köszöntök mindenkit ma este, és megköszönöm Szifu Ambrus Szabolcs, szeretett kungfu mesterünk igen érzékletes bevezetőjét. És gondolom nem nehéz senkinek sem lefordítani, amit hallottatok, akár életproblémára, akár valami nagyon komoly választott, küzdelmes tárgyra, vagy pedig magára a kuan gyakorlatra, amikor ez már csak mentálisan folyik, akkor az nehezebb, hiszen fizikailag ki tudod adni magadból sokkal könnyebben. Amikor már leültetnek, és azt mondják, hogy te meditáljál, hát azért vagy itt, akkor üljél, énekelj, borulj le. Még a leborulás egy kicsikét megpörgeti az energiádat, de mikor már hatodszor, nyolcadszor, tizedszer jössz ki egy 90 napos alatta az interjú úgy, hogy azt mondta a tanító, hogy nem, 40 százalék. Most már csak 30, aztán 20. Most kezd előről az egészet rossz irányba ment el. Tehát ezek azok a kitartás gyakorlatok, amelyek nemhogy csak téged dobnak ki a komfortzónádból, hát azzal, hogy idejöttél, már kiléptél onnan egy kicsit. Csak a magadról alkotott képet, azt nagyon sokféleképpen el lehet veszíteni. És minél több szögből próbáljuk ezt, annál biztosabb, hogy nem marad árnyék magad körül. Úgyhogy ö, emlékeztetett egy kicsit a story több eleme arra, amikor két-három éve zengyakorló voltam, és sikerült egy nagyon nehéz kohant kapni, és akkor Lengyelországban gyakoroltunk, amerikai zenmesternő tanított, aki szép is volt, okos is volt, ö, nagyon komoly gyakorlati tapasztalata is rendelkezett és az interjú szobában azt mondta, hogy nem tudod megoldani, mert képtelen vagy rá, mert nem fog soha eleget gyakorolni ahhoz, hogy ez meglegyen. És akkor kimentem, persze forma megvolt, leborulást, köszönöm a tanítást, kimentem, becsuktam, és aki ismer, az látja, hogy nem vagyok az a hirtelen haragú hebrends természeti, hogy hirtelen ilyen ö, kilós kalapácsot ragad, és megy a dühe után, és akkor a visszafele menő úton, kicsit elidőztem a váró állomáson, ott várni kellett az interjúkra, hogy bemás. És hirtelen elszaladt az a vizuális képzelet, amelynél kreatívabbat és destruktívabbat nem lehet találni a Földön. És hirtelen nem volt az a második világháborús mozifilm, ami a közelébe jött volna annak, hogy mi történt épp ott akkor az enközponttal mentálisan, a benne lévő emberekkel, és hogy a tanítóval külön hány találat végzett. És ekkor az ember rájön, hogy te azt hitted, hogy egy harmonikus és normális zengyakorló vagy, akiben már nincsenek indulatok? Hát akkor most néz körül és, hogy hányszor haltak ezek az emberek meg virtuálisan, és hányféle repülőbomba, tüzérség, tank és egyéb pusztítás érte ezt a területet csak azért, mert neked nem tetszik valami. És akkor jött az, hogy igen, tudtad, hogy Szunkszán mester éveken át csinált napi ezer leborulást, tudtuk azt, hogy a szenior tanítványok csinálnak 600, 800, néha 500 leborulást, és akkor az embernek van térde, fiatal, meniszkusza is van, most már nincs meg mindegyik, de amíg van, addig érdemes vele dolgozni, és megpörgetni ezt a mikrokozmikus energiakört olyan sokszor, és olyan tisztán, és olyan intenzíven, amilyen gyakran csak lehet, hogy bizony itt tisztuljon ki minden, ami lehet. És akkor ez egy kőkemény motiváció volt, hogy mi az, ami a legjobbat kihozza belőlünk? Ki az, aki a legrosszabbat kihozza belőlünk? A kettőt nagyon ritkán szoktuk rokonítani. És nézd meg azt, hogy egy ilyen cselekedet mögött, amikor valaki oda megy az arcodhoz egy szolos és belédereszti a hideg vizet, milyen szeretet tud lenni. És néha egy mosoly mögött egy távolságtartó intellektuális magatartás mögött, mert elképesztő számító egoista és hideg magatartás egy teljesen esztétikus és gyönyörűséges környezetben azt érzed, hogy lezuhant a vasfüggöny ember és ember közé. Hogy mi az, ami minket teljessé tesz? Ki az, aki ebből a teljességből elóhajt venni? A buddha tanítása szerint eredetileg már teljes vagy. Miért nem érezzük ezt mégis? Miért kell mégis valamit tennünk, hogy ezt a teljességet tapasztalhassuk? Az ázsiai hagyomány egy része szerint, ebbe a koreaizánt most beleértem, háromféle energiával dolgozunk. Az egyik a vongi, az eredeti energia, amivel leszületünk. Ezt már korán látod. Egy gyerek nagyon élénk, nagyon éber, többet mozog, kevesebbet alszik, hamarabb kezd el beszélni, járni, stb. Itt a vongi nagyon sok, az eredeti energia rengeteg, le se lehet lőni, ki kell fárasztani, órákon keresztül tud összeszedett beszédet létrehozni, és másokat nagyon komolyan szóval tartani. Egyszer egyébként egy ilyen társaságot összehasonlítottak Náza űrhajós kiképző növendékekkel, és volt 20 év különbség a két csoport között, és megépítettek egy arányos játszóteret. A gyerekeknek volt a szokásos, és a nagyoknak pedig olyan, mint a gyerekeknek, arányosan, annyi százalékkal nagyobb. Fél óra után a nagyok, a NASA kiképzett űrhajósok, azok teljesen kifáradtak, és gyakorlatilag mozdulni nem tudtak, a gyerekek pedig viga hancúroztak a mászokán, a csúszdán, a különböző szereken, mert ugye a kilogram per lóerő arány az még annyira jó gyerekkorban, ahogy meg növünk úgy egyre, egyre rosszabb, és katasztrofális az, hogy mennyire nem tudjuk újra termelni ezt a vongit. Ehhez aludni kell, enni kell, mozogni kell, bizonyos érzékszervi hatások, gondolatok, érzelmek kellenek, és akkor érzed, hogy elemedben vagy, és akkor van energiát. De amihez nagyon gyakran nem térünk vissza, az az, hogy meglássuk, hogy a világban is mennyi energia van, és ezt kollektív Ázsiában DG-nek, azaz nagy energiának nevezték. Tehát mindaz, amit most a fizikusok megpróbálnak így összerakni különböző rész elméletekből egy nagy egyesített elméletté, hogy gyakorlatilag mindaz az anyag, amit látunk és nem látunk, mindaz az energia, amit közvetlenül vagy közvetve tapasztalunk, ebben a látszólag három tér és egy idődimenzióban, ezeknek a kölcsönhatása kicsiben és nagyban ez a DG, a nagy energia. Mi köti össze a kettőt, a sajátot, a vongit, meg a nagyot, a DG-t? Hát a lélegzetet, amit üres energiának, konggínak hívnak, ugyanis, hogyha ezt az üres energiát te tudatosítod és megragadod, akkor képes vagy ledönteni azt a falat, ami te magad vagy, a ragaszkodásaidból, berögződöttségeidből, fixa ideáidból, érzelmi mintázataidból, és amikor a gondolataid, érzelmeid és egyebek által alkotott fal leomlik, akkor a vongi, kongi és dégi egyé válik, és ezt hívják hapkinak, vagy egyesített, harmonizált energiának. Ekkor van az, hogy meglátod azt, hogy keveset aludtál, de hogyha ide visszajössz a tantienbe, az alhasi légzés, és csak az alhasi légzés megint egyesíti a te eredeti energiádat a kozmikus nagy energiával, és akkor megszűnnek ezek a véreres szemek, megszűnik az izom renyhessége, fáradtsága, megint tónust kapsz, csak azért, mert helyesen lélegeztél. Tehát ha nem ragaszkodsz a gondolatokhoz, érzelmekhez, múlt, jelen és jövő képzethez, akkor az téged segít. Ha ragaszkodsz a gondolatokhoz és érzelmekhez, ugyanez akadályoz. Tehát nem, nem, a gondolatokkal, nem az érzelmekkel, nem a múlt jelen jövő képzetével van baj, az a sosincs, velünk van a baj. Hogy helytelenül használjuk ezeket, és ahelyett, hogy utakat építenénk ezekből a kövekből, falat építünk belőlük. Hát ugyanaz a mozdulat, csak az egyik horizontális és előre, másik vertikális és fölfele, az egyikkel akadályozod magad, a másikkal pedig kijelölöd az életed irányát, és mész. A nyersanyag ugyanaz. Hogy használod föl? Erre megy vissza az ürességtanítás, tanítás, hogy eredetileg akadály nincs, eredetileg szilárd személyiséghatár nincs, és mindazok a dolgok, amelyek úgy tűnnek, hogy a korlátaink, azok meghaladhatók. Az abba fektetett energia visszaszedhető, és egy új út járásába befektethető. Úgyhogy, ha van kérdésetek ez ügyben, vagy amit hallottatok korábban, azt bátran ebbe a szépséges mikrofonba tegyétek fel, és legjobb képességeim szerint megpróbálom megválaszolni. A kérdésem egy történethez kapcsolódik. Szunkszán van egy olyan története, amikor megbízzák avval, hogy a, valamilyen rendezvény, egy vendégség előtt a tofúra kell vigyáznia, ha jól emlékszem és vízzel teli kádakról mesél, ahonnan valahogy eltűnik mindig egy-egy töm tofu. És éjszaka oda költözik a, a, raktárba, és akkor megfigyeli, hogy a cica bejön egy résen, és föláll a tofus kádaknak, hogy ezt vízben tárolják, és a víz aljára van lesüllyedve ez a tofu. És föláll a kád szélére, és addig fixálja figyelmével a tofut, amíg így az így szépen így elkezd így föl ereszkedni a víz tetejére. Tehát van ez a figyelem, hanem azt mondom, hogy fixálás, tehát hogy az energiához kapcsolódva, hogy a, az energia, ugye van ez a mondás is, hogy ahol a, ahol a figyelem, ott az energia. Tehát mi ez a figyelem? Megvan? Még nincs. <gül> 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 tehát ahol az energia, ott az információ, és ahol az információ, ott az energia. Kettő közti kapocs tényleg a figyelem. Hogy tudsz-e egy pontra figyelni, tudsz-e teljes körre, térre figyelni, vagy tudsz-e térben esetleg több pontra egyszerre figyelni. Nagyon sokféle van. Ezért jó a meditáció, mert a tudatod mindig más és más karmával ajándékoz meg egy adott pillanatban, amit lehet figyelni. Ez a figyelem, ez egy óriási dolog. Egyrészt, mert egyre nagyobb a hiány belőle, ha körülnézel a napi rutin során, egyre kevesebb van belőle, egyre elvontabbak vagyunk, egyre szétszortabbak vagyunk, egyre inkább valami digitális univerzumba merülünk bele, Csak a figyelem az az, ami ezt a pillanatot minőségivé teszi, amitől egy kézzel készített ajándékon elképesztő értékes lesz. És ez egy, ez egy olyan dolog, hogy a, ami figyelmet, energiát beleteszel, az mindig is értékes lesz. Miért? Mert ebben a figyelemben az emberi minőségünk az megnyilatkozik. Ha azt mondod, hogy ez a figyelem te vagy, az hiba. Ha azt mondod, hogy nem te vagy, az is hiba. A meditációban azt gyakoroljuk, hogy a tárgyas tudat botot lát, és a tárgyatlan tudat a padlót nézhetné, de nem nézi, csak a teret fogja fel. Megvalósuljon, és mind a kettőt tudjuk. Szunkszánszínű ezt így mondta, hogy tiszta, mint a tér, precíz, mint a sugár. Egyszerre a kettőt. Tehát rád nézek, és úgy érzed, hogy százszázalékosan rád nézek, és ez így is van. De közben az egész teret fel lehet fogni. Lehet érezni a mozgásokat. Lehet hallani a hangokat. És a kettő egyszerre kell, mert hogyha belezuhansz a tudattárgyába, és eltűnik a környezet, akkor abból iszonyú hátrányok származnak, minimum két pofon, jobbról meg balról. Ha pedig csak a nagy tér van, akkor üres pillantással állsz egy ember előtt, és az egy hello, tehát gyönyörűséges 360 fokos éberséged van, de nem tudsz fókuszálni egy pontra. Hogy tudod azt megcsinálni, hogy fókuszálsz egy pontra is? és jelen vagy a tér teljességében is. Na, erről szól az, hogy a tudatot tárgyatlan és tárgyas mi voltában egyaránt tréningezzük. Tréningezzük úgy, hogy itt ülsz a meditációs teremben, és tréningezzük úgy, hogy bejössz az interjú szobába, és mentális harcművészetet folytatunk. A figyelem az minden. Tehát az emberi kapcsolatok, ha figyelem deficitesek lesznek, akkor először elbeszélnek egymás mellett, utána egy-két spontán passzív-agresszív mozdulat bejön, utána kőkemény ítéletalkotások, is aztán csattan. Utána már elég volt a csattanásból, akkor elkezdünk végül, mi volt ez? Egy kicsit jobban egymásra figyelni, megválogatni a szavainkat, megszabadulni az ítéletalkotástól, és akkor ismét valami közös tér, közös pillanat kialakul, amelyben a figyelem lesz a legnagyobb minőség. És hogyha a másik úton indulok el, hogy nem akarom uh, szételemezni, nem akarom verbalizálni, hanem csak figyelek, és a másiktól is elkezdem tapasztalni ezt a minőséget, meg lehet érezni a másikban mindent. Kellő együttöltött idő, kellő őszintesség, további jó minőségek felvonultatásával, meg lehet érezni a másikban mi van, és ezt hívom igazi intimitásnak. És amikor ez nincs, akkor legyen akármilyen fantasztikus a kapcsolat, az érzékszervi, egzisztenciális, meg egyéb síkokon szét fog esni. Mert a kapcsolat nem kapcsolat, ha nem figyelünk egymásra. Úgyhogy a figyelem az egy óriási érték. Nézzük meg, hová osztjuk, kinek adjuk, kitől kapjuk vissza, és nézzük meg, hogy hova figyelünk, milyen irányba. Korlátok, amiről az előbb beszéltél, amit uh, mi magunk építünk föl nézeteinkből, elképzelésekből, amikkel behatároljuk magunkat, ezt uh, valójában kollektíven építjük. Is. Nem? És uh, ezeknek a lebontása, ez lehetséges egyénileg vagy kollektíven is kell lebontanunk. Uh, a is. kollektíva tartja fent azt a világnézetet, azokat a, az elképzeléseket, amik, amiket valóságnak gondolunk és a kollektívában minden egyes lény. Tehát, hogyha csoport oldalról nézed, akkor a csoport tartja fönt. Ha az egyén oldaláról nézed, akkor az egyénnek gyülekezete tartja fönt. Ez a fényel a legjobb. Ha akarod, akkor egy rakás foton, ha akarod, akkor egy gyönyörűséges hullám. Nekünk, mint egyéneknek óriási a felelősségünk, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy sokló disznó győz alapon, a kollektíva mindig erősebb lesz. Ez nem így van. Az emberiség nem statisztikus alapon működik. Nézd meg, hogy száz évvel ezelőtt egy maroknyi ember Oroszországban micsoda forradalmat csinált. Pillanatok alatt egy vonatkocsinyi ember, akiket zárt vonatkocsiban küldtek Svájcból haza. Tehát vigyázzunk ezzel, hogy a minőséget és a mennyiséget ne keverjük, és az egyéni felelősség az ne szoruljon háttérbe. Vagy nézd meg egy másik forradalmat, amit egy Gandhi nevezetű ügyvéd indított el. És sorolhatnánk. Mi volt itt a különbség? A különbség a tudat minősége volt. Milyen szinten állt az a tudat, amely nem dualisztikusan, hanem tisztán gondolkodott. Amelynek nem csak érzelmei voltak, hanem együttérző is volt. Amely nem csak érzékszervi tapasztalásban merült ki, hanem az egyévállást is a transzcendentist is érezte, tudta, átadta. Ezek azok a minőségek, amelyeket titkon mindannyian keresünk. Úgyhogy a tanítás, hogyha kellő odaadással képviseljük, és akkor is edzünk, amikor esetleg a többiek nem, akkor egy olyasféle formát tud ölteni, amely elfogadható, hasznos, és az emberek számára perspektívát nyújt. Hol van ez a minőségi plusz? Megvan-e bennünk ez a minőségi plusz, amitől értékesebbek leszünk, amitől segítőkészebbek, tisztább tudatúak leszünk? Erre kellene rákérdezni, és nem arra, hogy a kollektívumnak a karmája, az a legkisebb közös többszörös, az most hogyan segít vagy akadályoz minket. Hogy te mit tehetsz azért, hogy ez a közösség előre menjen. Az elmúlt tíz évben folyamatosan a benső templomot kellett inkább építeni, mint a külsőt. A külsőnek is van természetesen látszatja, de hát azt mindenki tudja, hogy a mesterterv nem áll meg itt. És ahhoz, hogy kívül építkezhessünk, ahhoz belül olyan minőségeket kellett elsajátítani, amelyet csak ebben a környezetben lehetett. És még nincs vége. Még csak a célegyenes látszik, de még, most fordulunk rá a célegyenes, és még ott is lehetnek olyasféle rázó kövek, amelyeket nagyon komolyan meg kell nézni, ki kell kerülni, rá kell menni, és utána pedig le is kell jönni róla. És úgy bevinni az autót a célba, hogy az összes kereke meg legyen. Az lenne a kérdésem, hogy euh, erre ráfűzve, hogy euh, beszélj már, kérlek, arról, hogy hogy tudunk kijönni abból a szűk környezetből? Én azt gondolom, hogy a környezeti tényezők azok, amik a közvetlen család, közvetlen párkapcsolati, emberi kapcsolati tényezők azok, amik a legjobban a kényelmi zónákban hagynak minket. Tapasztalatból mondom azt, hogy gyakorlatilag én nem tudtam volna eljutni azokba a minőségekbe, hogyha ott maradok a, a család környezetében. Amit most feszegetsz, az az otthon elhagyása, koreaül csulga, a szerzetesi létnek az első legkomolyabb mozdulata. És a családi életet és a társadalom többségét mélységesen tiszteletben tartva mondom, hogy mindenkinek használ a tapasztalat. Nem kell olyan szélsőségig vinni, hogy évtizedekig benne marad az ember, ha nem akar. De egyszer hagyja el azt az otthont kívül, amely a véleményeit táplálja és megörökíti belül. Hagyja el azt a környezetet, amely olyanná tette őt, kondicionáltság és egyéb által, amilyennél lett. És innentől kezdve meglátja, hogy ő valójában a világ szemében milyen és mit ér. Nekem óriási szerencsém volt, hogy ezt a zenirányzatot, ezt három kontinensen tudtam gyakorolni. Európa, Amerika és Ázsia. Ázsia több országában, Amerika mind a két partvidékén. Európa több országában is. És pontosan ezért lehetett azt jól látni, hogy a te személyiségedet, mihely te kiléptél a komfortzónádból, hogyan látják a többiek. És ez egy nagyon tanulságos dolog volt. Aztán a következő lépés, hogy amikor ebből a hálózatból kilépsz, akkor akik addig nem ismertek és frissen kerülnek közelhoz, azok hogy látnak. És ekkor lehet azt látni, hogy kik milyen szűrőkkel dolgoznak. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az utazás, az úton járás, az nem portrak rád, hanem a berögződöttségeket vakarja le rólad. És én mindenkinek azt kívánom, hogy jelöljön ki hónapokat, vagy esetleg éveket, amikor szándékosan nincs otthon. Szándékosan valami olyasmit csinál, ami nem kényelmes számára, de a célhoz elvezeti. És az otthon elhagyása végső soron jelentheti az egoitásod hátrahagyását is, csak amikor újra letelepszel, nehogy újra teremtsd. És pillanatok alatt ott van. Már nem lesz olyan, mint a korábbi érzelmileg, gondolatilag, fizikailag röghöz kötött állapotban. De nem biztos, hogy olyan minőségeket hagyunk meg magunknak, amelyekkel tartósan együtt akarunk élni, és visszaszedünk olyan szokásokat, amelyekért később aztán bántjuk magunkat, mert azokkal bántottunk másokat. Úgyhogy az otthon elhagyását nagyon sokkal, nagyon sokféle módon gyakorolják. Egyetemi professzoroknak van egy úgynevezett sabbatical year, az a fizetett év bizonyos egyetemeken, amikor ők azt csinálnak, amit akarnak, ezt magyarul alkotói szabadságnak hívják. Vannak olyan államfők, például Tájföldön, meg királyi családtagok, akik hat hónapra szerzetesek lesznek, és utána mennek tovább az életük útján. Tehát olyan országokban, ahol megvan egy szellemi kultúra, a mentális gyakorlat, tudatosodás és tisztulás kultúrája, ott ennek megvannak az elemei, egyfajta váltógazdálkodás, a világi élet és a kolostori, vagy egy kicsit elvonultabb élet között, és ez abszolút párhuzamban állítható az adott társadalom minőségével. És ha ilyen alapon megnézed, nagyon világos minőségi hierarchia van. Erre szoktuk azt mondani, amikor különböző gyakorlók így összegyűlünk néha, hogy az egész világban egyetlen spirituális hierarchia van, csak vagy észrevesszük, vagy nem. Hogy az otthon elhagyása nagyon fontos, az úton levés, az úton járás nagyon építő lehet, mert leveszi rólad a felesleges szokásokat, a felesleges személyiségelemeket. És utána, amikor visszatérsz, vagy letelepszel, akkor már más vagy, mint korábban. Kitértél egy kicsit a karmára, és azt tapasztalom, hogy amint elkezdünk magunkon dolgozni, azonnal szembe jön ez a szép szó. És hát amint ásunk, egyre lejjebb és lejjebb valahogy egyre szélesebb a gödör. Hogy van-e valami útmutatód ezzel kapcsolatban? Van. Először is messzire hajítsuk el a spirituális ásd el magad készletet, ugyanis mihelyt a saját komfortzónákon belül kezdünk el dolgozni, 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 még jobban artikulálni, megrágni, konceptuálisan kategorizálni azokat a dolgokat, amelyek történnek, történtek és történni fognak velünk, egyre mélyebbre megyünk a saját karmikus mocsarunkban. A zen nem elemez, a zen kérdez. A kérdések nagyon jók eléd kerül egy rusnya nagy karma, dupla fogsorral, akkor megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön. És ezzel már a figyelem megvalósult, már a reflexió megvalósult, és akkor az az entitás belül szépen felfedi a saját energiakapcsolatait, és megmutatkozik, hogy miből táplálkozik, és mit táplál. És hogyha elzárod a csapokat, és nem táplálod, és nem engeded, hogy tápláljon, az nem elfolytás, hanem a benned lévő arányok megváltoztatása. A szokásaid megváltoztatása. A fontossági sorrend megváltoztatása. És akkor az a karma helyére kerül. A látás által indul meg, és a megnyugvás által fejeződik be. A köztelévő folyamat, hogy az milyen, az teljesen mindegy. Meglátod, engeded, hogy megmutatkozzon, nem másol mélyebbre, nem emeled magasabbra, úgy látod, ahogy van. És amikor a helyre kerültük, egy spontán megnyugvás van. Nem sokáig jön a következő. Tehát ne igyekezzünk a magunk analitikus kapácskájával nagyon mélyre menni a tudat mert forgatjuk, forgatjuk, szántjuk, vetjük a saját talajunkat, de meghaladni ezt a fajta egzisztenciális síkot nem fogjuk. Tehát a zen azért kérdez, hogy a helyes nézet, a korrekt nézőpont megvalósuljon. És hogyha rátekintesz egy nem mozduló, tiszta, tükörszerű tudattal, amihez a nem tudható, de tapasztalható Köszönöm. kell, akkor már helyes irányt vettél fel. Semmi baj az analízissel. Semmi baj a verbalitással, semmi baj a képzetről képzetre haladó, lassúnak tűnő megoldásokkal. Amikor újra és újra ugyanaz jön szembe veled, hogyha ugyanazzal találkozol éveken keresztül, hogyha a személyiség alapjaiban nem változott, csak a szikrák, de a tűz nem, akkor tudod, hogy helyben jártál. Nem haszontalan ez sem? Ahogy hallottad, semmi sem haszontalan, néha az ellenségünk a legnagyobb segítőnk, és néha mi magunk vagyunk, saját magunk legnagyobb ellenségei. Amikor már az ember éveket töltött önsorsontással akkor hirtelen rátalál az útjára. Tehát vigyázzunk azzal, hogy pontosan mivel traktáljuk magunkat, hogyan művelődünk, mi az, amit beépítesz magadba, mint identitást, mert azzal fogsz dolgozni. Tehát az a tragédia, amikor a konyhai szemétből újra leves szeretnénk főzni tessék a komposztba kivinni, visszaforgatni, kihordani a kertbe, új gyümölcsöt, zöldséget termelni vele, és azt a friss zöldséggyümölcsöt, azt bevinni a konyhába. Tehát forgasd vissza a karmádat. Engedd, hogy az eltűnjön. Engedd, hogy az energiája visszaszálljon hozzád. Tehát emlékeztetek mindenkit, hogy a tudatos személyiségünk, a lényünknek az 5%-a. A 95 tudattalan engedd oda-vissza, és küld utána a mantrádat, küld utána a kérdésedet, maradj itt a tiszta tudatosságban, engedd kiürülni a tudatodat, nem leszel tőle kevesebb, csak tisztább és erősebb. De ha állandóan agyalunk, akkor annyira legyengül a tudat, hogy utána mozdulni sem tud. A legegyszerűbb dolgokat nem tudja megtenni. És hogyha egyszerű dolgokat cselekszünk, mosunk, főzünk, takarítunk, festünk, építünk, kaszálunk, fűvet nyírunk, sepregetünk, így segítkezünk, ezek az egyszerű mozdulatok helyesen ürítik ki a tudatot, munkaterápia, ugye? És akkor azt a sok-sok szemetet ki, ki tudom söpörni, ami bennem maradt a saját ragaszkodásaim által. Akkor meg tudok szabadulni, és látszólag semmitől látszólag nem történt jelentős dolog. látszólag nem ö, mennyei mannát kevertem az italomba, vagy valami mágikus formulát alkalmaztam, csak engedtem, hogy a tudat kiürüljön. És ezért vagyunk itt. Aki ezt nem tudja, annak unalmas a zen. Tehát tessék, bátornak lenni, és a nagy kérdés, nagy bátorság mellé a nagy hit is párosulni fog. Az ennek ez a három fő eleme, amikor a gyakorlatról beszélünk. Felteszed a kérdést, abból tapasztalatod van? A tapasztalatra épül a hit. Nem másra. A transzcendens tapasztalatra épülő út az a hittel teli út. Miért? Mert itt és most tisztán jelen van. Tisztán lát, tisztán hall, tisztán szagol tisztán érint, tisztán gondolkodik, tisztán érez, beszél, cselekszik, és a többi. Ez a tisztasághoz üresség kell. Az üresség a teljességből jön. A teljességhez teljesen ki kell üríteni magadat. Úgyhogy így dolgozzunk magunkon. És akkor eltűnik az a magunk, amivel dolgozni kéne. Jó? Egyéb kérdés? Fontos-e az, hogy férfi és női testben születünk meg? Fontos. És mennyiben vagy, mire? Nagyon. Mire? Ezt fejts ki, légy szíves. Hány éves vagy? 42. Akkor miért fejtsen ki, már rég tudod. Nem vagyok benne biztos. Házassággyerek volt? Négy gyerek akkor tényleg nem értem, mit mondjak a polaritásokról, a férfinői, lelkek és testek találkozásáról, a gyermeknemzésről, a család életről. Ezt, ezt mindent jobban tudsz. Mire vagy kíváncsi? Hogy mi erről a véleményed? Ó, nincs véleményem te. Ez akkora luxus. Nem táplálok véleményt, inkább tanítványokat táplálok véleménytelen zennel. És ezzel, ezzel szerzek neked ma este örömet. Nincs véleményem. De ha segíteni tudok, akkor nyugodtan kérdezz valami konkrétat. Világos, hogy polaritások világában élünk. És a legtöbb ember férfi testben férfi polaritással, női testben női polaritással érkezik, van, aki nem. Azt fel kell ismerni. Teljesen természetes dolog a, a vonzalom és ennek a találkozása, csak nem mindig a happy endre gondoljunk. A vonzáson alapuló találkozásoknak lehet vágyalapú, produktív, szaporító találkozása, négy gyerek, vagy dűalapú, pusztító, gyilkoló találkozás, amikor a polaritások úgy találkoznak, hogy kioltják egymást. Tehát a vágyalapúból szaporodás lesz, a dűalapúból pedig pusztulás és fogyás. Most azt hisszük, hogy ebben az elképesztő pozitív gondolkodó világban az egyik jó, a másik pedig nem. Hát egy kicsit nyúljunk vissza a hindu bölcsességhez, ahol volt három nagy isten alak, van a mai napig is, akik rábízták az egyiket, a másikat és a harmadikat. Brakmára a teremtést, Sivára a visszaforgatást nem pusztít, visszaforgat. És Visnúra pedig a megtartást. Tehát meg kell nézni, hogy az élet adott helyzetében a polaritásokat hogy használd. Teremts velük, pusztíts velük, vagy tarts meg valamit a kiegyenlített polaritásokkal. Szóval volt szó egyéni karmáról, családi karmáról. Azt szeretném kérdezni, hogy országkarma van-e? Van, és nem áll meg a határon. Átmegy, oda meg vissza. Ezt csoportkarmának szoktuk hívni, és néha lehet érezni, hogy átjössz a határon, és megváltozik az atmoszféra. Ugyanígy, ha egy embercsoport így összejön, akkor mindaz a tudattalan tartalom, amely közös bennünk, és ami mondjuk a magyarságot alkotja, az a tartalom megmutatkozik. Minél mélyebbre mész, minél kevésbé személyes, és minél inkább egy csoport szintű a dolog, annál hasonlóbbak ezek az archetípusok. Minél inkább fölmész az egyén felé, annál jobban különböznek a gondolkodásmódok. Ez földrészekre is igaz. Tehát amíg nem mész el Amerikába, addig nem tudod, hogy mi az európai civilizáció, mert nem léptél ki belőle, és nem néztél rá. Amíg Ázsiában vagy, és teszed a dolgodat, tapasztalatot gyűjtesz, de amikor felszállsz a repülőre, és 12 ezer éppen nyugat fele jössz, akkor visszanézel, hm, akkor ez volt Ázsia. És ezek a csoportkarmák nagyon mások. Másképp gondolkodunk, másképp intézzük az ügyeinket. Másképp viszonyulunk egymáshoz. Más az egyén és a csoport viszonya civilizációnként. És meg kell nézni azt például, hogy egy csoportban mennyi vágy és mennyi dühhalmozódott fel, mennyire világos az a karma és a csoport átlátja, vagy mennyire takarja el magától és egymástól az adott karmát. Tehát nagyon komolyan rá lehet és kell nézni, az ilyesmire, és ha az ember már a sajátját személyes szinten egy kicsit feloldott, akkor megnézhet, hogy miért születtem magyarnak, Magyarországra. A kettő nem ugyanaz. Születhetsz magyarnak, nem Magyarországra, ugye? És születhetsz Magyarországra, nem magyarként. Ezt is lehet. De valahogy magyarnak Magyarország. Miért? Mi volt az, ami téged ide vonzott? Mi volt az a házi feladat, illetve erény, amely ide köt. És hogyha eloldod ezeket a kötelékeket, akkor az új helyeden, ahova mész, milyen kötelékeket létesítesz, és meddig? Miután lebontottad őket, visszajössz, vagy sem? Milyen emberként jössz vissza, aki csak a nyelvet tudja, vagy pedig a lelkében is megtudta, hogy miért van itt, és miért beszéli a világ egyik legszebb nyelvét. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy Tisztázuk az egyéni, családi, csoport és ha így nemzetkarmát. Ezzel a tisztázással már segítettünk embertársainkon, csoporttársainkon, nemzettársainkon. Az egyéni gyakorlat nem áll meg az egyénnél, a családi karma nem áll meg a családi ház kapujánál, és az ország karma nem áll meg az országhatáron. Ezért van óriási felelősségünk, hogy mennyire tisztán, bölcsen és együttérzően visszük azt az inkarnációt, azt a lélek feladatot, amelyen leszülettünk. Minél többet látunk ebből, annál tudatosabbak és tisztábbak vagyunk. Pont ezt szeretném megkérdezni, hogy ha van olyan, hogy magyaroknak karma, magyar. van is, karna. nem is kicsi. Igen, akkor most az a karma vonatkozik-e az innen el kiment dolgozni, tudom én, 600 ezer magyarra, aki mondjuk Londonban él, vagy aki 56-ban ment el Amerikába, vagy Ausztráliába, vagy aki Székelyföldön él, vagy Erdélyben él magyar, aki a környező országunkban él, mint magyar. És ez, ez ahány, annyi féle magyart szoktak Szerencsére nem kell naponta vagy hetente felmérni, hogy egymás csoport karmáját, mindenki járja az útját és belekerül egy természetes helyzetbe. Különben, hogyha ezt fel kéne mérni, akkor ki lehetne adni az éves karma jelentést. Ki is adják, csak másképp hívják. És nem annyira az emberi lélekből következik, hanem ilyen gazdasági, társadalmi, politikai, történelmi paraméterei vannak, ugye? És akkor úgy hisszük, hogy ez tőlünk független. Hát nem. Egyszerűen nézd meg, hogy miért járod azt az utat, amit, hova akarsz vele jutni, és mi van a karmikus hátizsákodban benne. Mi az, amit megtartasz, és mi az, amit kiragsz belőle. Ez fogja meghatározni a munkahelyedet, a társulásaidat, a vonzásodat, a választásaidat, mindent. Egy módon tudsz a másiknak segíteni, nem az, hogy győzködött, hogy te most menjél Londonba, vagy Lisszabonba, vagy Barcelonába, vagy esetleg Moszkvába. Ott is van ám egy csomó munkalehetőség, tudtad? Tehát, Utána visszajön ide. Tehát nem az, hogy győzködöm, hanem hogy megpróbálom tudatosítani és segíteni a kérdésének a megválaszolásában egy új nézőponttal. Nem a válaszszal, a válasz az övé. Miért? Mert a kérdés is az övé. Hanem egy új nézőponttal, hogy jobban rálásson, egy lépéssel a tudatosulás felé haladjon. Kicsit csökkenjenek a téves nézetei. Itt van egy egyenlet. Amennyiben csökkentettem a saját téves nézeteimet, annyiban tudok másoknak segíteni, hogy csökkentsék a sajátjukat. Teljesen más jellegű a kérdésem. Én az üres elme tapasztalásáról szeretnék kérdezni. Konkrétat kérdezzek? Már megkérdezted és válaszoltam is rá. Most ezen kívül? Most már csak rontani tudok a helyzetem. Szerintem én is, ha bármit kérdezek. Az energiáról mondtál pár olyan zsákutcát, amivel ártunk annak, hogy az energia áramoljon, vagy ön megfelelő energiamennyiségünk legyen. Ugye a karmáról beszéltél már. Biztos, hogy van még sok ilyen, hogy erre felhívnád a figyelmünket. Mennyit szeretnél, lesz? Ha csak... tudsz. Sok akadály, sok kérdés, sok válasz. Kevés akadály, kevés kérdés, kevés válasz. Nincs akadály, nincs kérdés, nincs válasz. Melyiket szeretnél? Olyan köztes. Biztosra játszaná mi. Na konkrétan, mit szeretnél tudni? azt szeretném tudni, hogy amikor belemegyünk bizonyos játszmákba, és elfogy az energia mennyiségünk, az ellen, hogy tegyünk, tehát mi a legegyszerűbb, amit mondtál, persze ezek a gyakorlatok, ez az első. Abba kell hagyni a játszmát. Nem törődni a nyerességgel és a veszteség, és kivonulni a játéktérbe. Visszavonni az energiákat, visszatérni a tantienhez mentálisan, és engedni a tanulságot szépen beszűrődni amit addig hárítottál, és a játszmával tartottál távol, azt a tanulságot engedni beszülődni, engedni, hogy, át, hogy eltöltsön a siker és a kudarc vegyes élménye. Mert ha csak egy lenne, vagy csak más lenne, akkor az annyira egyértelmű lenne. Az ember egy paradox lény, és egy 180 fokos szemléletváltás nagyjából egy nanoszekundum. Tehát megpróbáljuk a kudarcot sikernek látni, és a siker egy idő után rádomlik, és az lesz a kudarc. Tehát mit tanulsz belőle? Milyen okozati viszonyokat fedezel föl? De ezt egy kosnak nem mond. Én ezt az összes állatjegynek mondom. Akár nyugati asztrológia, akár kínai asztrológia, akár tibeti, perzsiai, maja vagy egyéb jegyben gondolkodol, hogy reggel odol, délben odol, egy kicsit sokat gondolkodol. Ö, pontosabb leszek akkor jó. Tehát van egy elég konkrét célom, és nem szeretnék letérni elő az útról, és jönnek az akadályok. És hogyan legyek a legjobb, a legerősebb, a legalkalmasabb arra, hogy az úton maradjak? Csak tedd. Ne nézze jobbra-balra, ne latolgas, mért föl az ok és okozat működését, ami előtted van, és csak tedd. Egy biztos, csak te viheted ezt, mert ez a te küldetésed, és csak te adhatod fel, mert csak a te döntésed. Nagyon sokan kérdezték itt, akik látták a jogi herce úrcákkal, a különböző gazdasági egyéb változásokat, a státuszunk változását, ugye, hogy nem gondolkodtál te el azon, hogy itt mi lesz öt év múlva? Mondom, nem. Szándékosan. Miért? Mert most teremtjük azt, hogy itt mi lesz öt év múlva. Ezzel a magatartással teremtjük azt, hogy itt mi lesz egy év, öt év, tíz év, ötven év múlva. Nem latolgatunk, cselekszünk. Felvesszük az irányt, és abban megyünk. Miért? Mert csak mi adhatjuk föl. Senki más nem adhatja föl. És ha mi nem adjuk föl, akkor senki sem. Ez ennyire egyszerű. Tehát akkor vagy verve, ha föladtad. Ez nagyon fontos, és ezt nagyon-nagyon komolyan belül a hiteddel össze kell rakni, hogy tényleg hiszel-e abban, amit csinálsz. Tényleg látod-e annak a mélységes, hasznát, jövedékét, jótéteményét, amit csinálsz. És ha igen, akkor ez a hit, a tapasztalaton alapuló hit erőt fog adni. Más nem. És ha ez nincs, akkor egy pillanatban látod, hogy illúzió volt az egész, azt akartam, hogy de közben, de hogy, jó indulatúan bár de hazudtam magamnak, csak az egész kimegy a lábadaló. És ez egy megint nagyon fontos pillanat, de akkor újra kell kezdeni. Akkor a realitás talaján, hogy valójában mit hoztam ide le ebbe a testbe, miért járom az utamat, miről szól az életem, és megint egy új, új irányt fel kell venni, és akkor abban hinni, ami a nagy, égés után maradt. És ezeket nagyon jó megélni néha. Ettől leszel valóságos, ettől leszel hiteles. Magad előtt is, és mások előtt is, egy idő után. Nem rögtön, azért meg kell dolgozni. Jó? De nézd meg, hogy mennyire tudsz hinni benne, mennyire a tiéd, akkor se azonosulj vele, csak csináld százszázalékosan, és keresd a meghaladás lehetőségeit, hogy hol változtat rajtad ez a projekt, mit hoz ki belőled, milyen emberré tesz, csak azáltal, hogy folyamatosan dolgozol rajta, hogy nem adod föl, és hogy felajánlod másoknak. Tehát ez, amit szeretnél, ez mindig az rá. Úgyhogy csak előre. Én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek mondjuk oktatásra hozzám is úgy, hogy van egy cél, de igazság szerint nem is az ő célja. És dupla annyi energia kapaszkodni ugye egy olyan célba, ami, ami csak tetszik neki, meg tök jó lenne, de igazság szerint belülről az nem benne fogalmazódott meg, hanem csak fölvette gyakorlatilag hátiságként. És az lenne a kérdésem, hogy milyen olyan technikát javasolsz? Milyen olyan szembeállítási lehetőséget javasolsz ezeknek az embereknek, akik még nem is biztos, hogy az az ő célja. Akik, akik gyakorlatilag elhiszik, mert tetszik nekik valami, és hú, de jó lenne az megcsinálni, de igazság szerint belülről energiát veszel tőle azért, mert kapaszkodik valami olyanba, ami, ami nem valósult meg benne. 20 perces folyamatos erősítés, slag az arcba. Már tudod? Úgyhogy hol van ez a spiritus? Úgyhogy mindig az igénybevételnél derül ki, hogy milyen anyagból vagy, hogy pontosan ki vagy te, és miért vagy itt, és mit csinálsz. És ezt az igénybevételt lehet a legnagyobb szeretettel és együttérzéssel bőven a határon túltolni. Nem kell ahhoz durvának lenni. Önzőnek lenni, és mindenféle személyközötti problémát létrehozni, hogy ezt a határt meghalad. Sőt, nem a traumából lesz az erő. Az erő kifejtésből lesz az erő. A traumát föl kell oldani, hogy bíz magadban azért, hogy kifejthesd az erőt. Nem utókezelés van, előkezelés van. <laughs> Jó? Tehát bőven megvan az eszközrendszered hozzá hogy ezt kiderítsd, hogy ki miért van ott. Azt szeretném megkérdezni, hogyan lehet egy sérült bizalmat újraépíteni? Először el kell személyteleníteni egy kicsit magát a viszonyt. És ez nagyon furcsán hangozhat, hiszen egy személyes bizalomra vágysz, annak az újraépítésére, és azt, hogyha a személy szintjén nem lehet, akkor meg kell keresni azokat a csatornákat, amelyek nem személyesek, hanem mondjuk kollektívek, túlmutatnak az adott személlyel való kölcsönös viszonyon, hogy ti ketten, ha megbíztok egymásban, akkor mi történik a csoporttal, vagy a világgal. És hogyha nem bíztok meg egymásban, akkor mi történik a csoporttal és a világgal. Külvilágra gondolok. És rájövünk, hogy a bizalom az nem önérdek. Tehát ahhoz, hogy létre tudjunk hozni valamit, vagy mint szanga együtt tudjunk működni, a legnagyobb dolog a saját véleményeinken, megbízható, megbízhatatlan címkéinken való túllépés, és a működés kontextusába át kell tenni az egészet. Ekkor mondom azt, hogy ne személyes szinten vegyük ezt tudomásul. Tehát ki van adva az illetőnek egy feladat? Meg tudja csinálni? Igen, megbízható. A barátom, a barátnőm, szeretem? Nem. Sose fogom elfogadni, mint barátot vagy barátnőt, nem fogok benne úgy megbízni, mint mondjuk a testvéremben, de akkor is megbízom benne, mert az elvállalt feladatot megcsinálja. És hogyha így nézed, az nem egy utilitárius szemlélet, nem egy haszonelvű szemlélet, nem egy embertelen szemlélet, hanem egy olyan alap, amelyre tudsz építeni, és működőképes emberi kapcsolatokat tudsz kiépíteni az emberek többségétől nem fogsz bizalmat kapni és megfelelő minőségi intimitást. Nagyon kevéstől fogod megkapni. Tehát nagyon kevésnek is tudod adni. Hát abszolút igényel föllépni minden ember felé, vagy minden körülötted lévő ember felé, ez már kudarcra van ítélve a legelejétől. Nézd meg azt, hogy mindenkinek megvan egy adott megbízhatósági foka ez egyenlő azzal a karmával, amit földolgozott. És van egy olyan életterület, vagy személyiségterület, ahol nem megbízható. Nem bízunk a kecskére a káposztát, nem bízunk az alkoholistára a piát, mert biztos, hogy nem fogják megtartani, megeszik, megisszák, kész. Tehát azt ne bízd rá. Meg kell nézni, hogy mik az erényei, és az erényeire építs, és majd ő föl fogja dolgozni a hátrányait, mert előbb-utóbb a világ az majd megmutatja neki, hogy ott hátránya van. Tehát ha meg szeretnél bízni egy emberben, megvan a recept, hogy hogyan. Ha megbízhatatlannak szeretnél látni egy embert, arra is megvan a recept, hogy hogyan. Melyik recept szerint szeretnél főzni? Ha egyik sem, mert ezt mondtad, akkor az a legnehezebb és ne nehezítsd meg a saját dolgodat, találsz megbízható embereket magad körül, csak meg kell nézni, hogy milyen területen azok. Minden és mindenki relatív. A karma is az. Tehát nincsen abszolút értékben megbízható vagy megbízhatatlan ember. Ha általánosítunk és abszolutizálunk, ezzel óriási hibát követünk el, elsősorban magunk felé, de a másik ember felé is. Erre kell vigyázni. Hogy úgy lássuk a másikat, ahogy van. Ha úgy látod, ahogy van, már az a megbízhatóság alapja. Mert ebben a tisztánlátásban megbízhatsz. És ezen keresztül az illetőnek azokban az erényeiben, tehetségeiben, segítőkészségében, amely ott van, csak meg kell látni. És ne hagyjuk, hogy a hibáival letakarja az ember a másik erényét. Tehát ezért kell nagyon tisztán látni, hogy a saját irányvételed micsoda, te hogy tudsz megbízni saját magadban, mert hogyha az nincs, akkor semmilyen bizalom nincs. És szungzázanyimról mindig kiderült, hogy pontosan látta bennünk azt a tehetséget, azt az erényt, ami ha csak egy talpalatnyi volt, arra is épített, mert az szilárd volt. Ha a hibáinkat nézte volna, egyikünk sem lett volna tanító abból a 31-néhányból, aki tanítóvávatott, és a 11-néhányból, aki zenmesterre javatott. Tehát darma mester volt az első szint, zenmesteré volt a második szint. És mindegyikünk tudta, hogy nem a hibáinkat nézte. Alapozott az erényeinkre, az elhatározásunkra, amit látott bennünk lehetőséget, és arra fele vitte az életünk irányát a tanításával, hogyha követtük, akkor realizáltuk ezt a lehetőséget. Ha nem, akkor belebotlattunk a saját hibáinkba, a mások hibáiba, és elbuktunk az úton. Szeretném megkérdezni azzal kapcsolatban, hogy említetted, hogy különböző földrészeken volt alkalmat gyakorolni, különböző szangákban. Hogyha ez igazán működik a társaságon belül, és tényleg a tantiemből jönnek a válaszok, akkor érezhető ez a különbség, hogy most Ázsiában vagy a Cangában, vagy pedig Amerikában. Persze, mindenhol van maradvány karma. Nem mindenhol, csak a tantiemből spontán, nem dualisztikusan, ott pattognak a válaszok ki. Hát olyan szanga nincs is. A szangát is a polaritások tartják össze. Figyelted? Azok a polaritások, amelyek az egymással befejezetlen karmát jelzik. ez nagyon rendben van így. Tehát tökéletes szanga nincs. Miért? Mert akkor nem lenne szanga. Együtt gyakorlunk, és egymásnak segítünk feloldani a karmát. Tehát nem csak tantiemből szuperintuitív, nagyon korrekt helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselek és minden a helyén. Na ez az, amikor így azt mondja, köszönöm szépen, meguntam, itt már nincs dolgom, viszontlátása. Volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog, nem a szanga, hanem a darma szintjén. Az a szerzetes mondta, aki fiatal szerzetesként ott volt ezen az elvonuláson, Cambridge zenközpont, és ott két hetente volt elvonulás Cambridge-ben, havonta egy, Providence-ben havonta egy, és csak is szépen ilyen váltások voltak és a 70-es évek végétől már rengetegen jöttek. Tehát Szungszánszőimnek híre ment, indult a nagyon komoly koan gyakorlat, Cambridge-be egyszer becsattog egy néni, nem volt túl sok buddhista műveltsége, de valamennyi volt. Zen, az nem. Azt tuti. Ott kezdte. És van a tíz kapu, aki már eljutott egy pár kapu, sarkáig azt tudja, hogy a tíz kapu az milyen elképesztően nehéz. Kezdődik Jojo Mújával és az Egér teszik című koannal ér véget, és később Szungszászim rápakolt még négyet-ötöt, ha emelte a szintet, és általában öt év, nyolc év kell, hogy a tíz kapun keresztül menj. És ez istenes, még egy csomó egyéb kohant is gyakorolsz, fejleszted a képességeket, és nem pusztán a kohant gyakorlatról szól a zen, hanem azon a, arról az útról, amin keresztül eléred a megoldásokat. A nőbe megy, és egy hét alatt hazavágja a tíz kaput, és így mindenki így kész, mert hát az interjúk privátok, de azért ott a tanítók között ez eltért, hogy van egy ilyen csillag, egy ilyen hatalmas tehetség, aki az elvonulás végén azt mondta, hogy az enunalmas, megyek valami más gyakorolni, ha nagyobb a kihívás is. Így, ne menjél már el! Hát menj át a többi is! És legyél ez, meg legyél ezt. Nem érdekel. És elment. Elment. Azóta se látták. Állítólag egy más buddhista irányzatban gyökeret vert, ahol nagyobb volt a kihívás, mert azokat a gyakorlatokat nehezebben csinálta meg. Ennyit a tökéletes tanításról, vagy a tökéletes szangáról. Egyébként a tanítóval is hasonló a helyzet, tökéletes tanítót nem találsz. Olyat találsz, akivel a polaritások helyesen vannak, hogy amit te tudsz, meg amit ő tud, amit te nem tudsz, meg ő nem tud, az itt szépen egyezik. Illik egymáshoz, és akkor úgy érzed, hogy tudsz tőle tanulni. Hogyha nem, akkor ez a tanító rossz. Vagy nekem túl jó állandóan ilyen szélső helyzetek vannak, és az ember a tökéletességet szeretné ilyen helyzetekben, és nem jön szembe. Tehát amit keresel kívül egy ilyen neked ideális, tetsző és maradéktalan formaként, akár a tanító, akár a tanítás, akár a tanítványi közösség szintjén nincs meg. És ez egy hatalmas belső hiányosságra világít rá hogy magadban valamit még nem láttál meg. Tehát nem látod azt, hogy a karmád és te hogyan különböztök például. Hogy mi az, ami te vagy, és mi az, ami a hátizsákod. Pedig nagyon jó lenne néha a hátizsákot letenni. De nem, mert úgy érzed, hogy valaki rád varta, és a bőröd már be is nőtte, és azzal a hátizsákkal kell állandóan rohangálnod. Nem. Mihelyt a karmádat félretetted, miért a saját tökéletlenségedet, saját függőségeidet, a saját mulandóságodat beláttad, onnantól kezdve vagy tanítható. Előtte nem. És ezért nagyon jó szembe kerülni ezekkel a helyzetekkel. Ezekkel a személyekkel, és tanítókkal, és többszögből látni magadat, és ezek, ezek fantasztikus élmények, miután már földolgoztad. Amikor még éppen dolgoznád fel, hát akkor néha hívod a légierőt vagy a tankhadosztályt. Vagy pedig te vagy az, aki fölrobban és elpárologsz, meg ilyesmi. Attól függ, hogy Yin vagy Yang módon akarod megoldani a dolgot. Explózióval vagy implózióval. Ez habitus kérdése. Nincs tökéletes, de minden művelhető, minden felhasználható, és mindenki hasznára is lehet így válni. Beszéddel kapcsolatban szeretnék kérdezni sok gondot okoz, hogy általában sokat beszélek, nagyon részletezek dolgokat, ismételek. Annak reményében, hogy ez lesz a valódi megértésemnek a záloga. Ismételsz? <laughs> És apró sikereim vannak abban, hogy ez ne így legyen, de lépten nyomon rajta kapom magam, hogy, hogy ez így van, tudnál -e abban segíteni, hogy igazából a gyökérokát ennek megtaláljam. Tehát miért van ez? Amit úgy javak, hogy tudati entrópia, az jelenik meg verbálisan, de először megjelenik gondolatilag, érzelmileg, vagy esetleg fizikailag. Tehát nézd meg, hogy hol szórod szét az energiádat úgy, hogy az nem találkozik többet egy ilyen fókuszpontban később. Elkezdesz gondolkodni, sok felé elmegy a gondolat, rengeteget differenciálsz, analizálsz, mint mindenki. van -e egy enyész pont, ahol ez az összes összejön, és van valami lényegi tanulság belőle? Érzelmek ugyanez. Rengeteg érzelmi ablakot nyitunk meg, fantasztikus mennyiségű emóció jön föl bennünk. Mi a vége? elengeded -e az összeset, vagy van -e egy fókuszpont, ahol az egésznek valahogy lesz valami foganatja? Fizikailag ugyanez. Erőt fejtesz ki, energiát fektetsz be valamibe. Van-e valamilyen gyűjtemény a végén? összeáll le valamivé, vagy csak szétszólódik. A verbalitás ugyanez. lesz -e egy kadencia, egy záró mondat, valami, ami a helyére kattintja az egészet? Ha nincs, akkor újabb kompozíciókat kell gyártani, hogy az élet is egyfajta kompozíció legyen, és a kompozíció nem hermetikus, de jól formált világában ez az energia ne vesszen el. Ezért szeretjük az intenzív műalkotásokat. Mert az alkotó megoldotta, hogy az adott művészi formán belül olyan elképesztő energia halmozódjon fel, ami az én egókérgemet átüti. Ezt hívjuk katarzisnak. Hát az emberek mindig is szeretni fogják a Shakespeare drámákat, mert olyan elképesztő energiát halmozott fel Shakespeare a különböző dramaturgia és egyéb eszközökkel, hogy egy az izgalmi állapottól kezdve a személyiségváltozásig minden benne van egy színházi élményben. Azért beszélek haza, hogy használd a már meglévő eszközöket. És legyen az energia egy kompozíció része. És a kompozíció nagy része információ. Tehát használd az információt arra, hogy tartsd meg az energiát. És hogyha egy kompozícióról elmondható az, hogy egy művészi alkotás, akkor abban energiatöblet van a környezethez képest, amely nagyobb entrópiával, nagyobb szétszóródottsággal, alacsonyabb energiaszinttel bír. És ezt a kompozíciót, ezt lehet használni a beszédre. Magyarul tudom, hogy mikor kezdem el és mikor fejezem be, érzem, és eldöntöm a legelején, hogy mi az értékesebb, amit mondani kívánok, hogy ez a csend, amit megtörök. Megköszönöm Szifu Ambrus Szabolcsnak a gyönyörű bevezetőt, mindenkinek a fantasztikus jó kérdéseket, az, hogy föltette, és elviseljük a választ rá. és azt remélem, hogy minél többet gyakorolhatunk együtt ebben a térben, ezen a területen, ebben a templomban, hogy a külső templom segítsen a belső templomot megépíteni. Köszönöm szépen.